Nemrégiben még tanterem volt, ma már menekült szálló. Az ungvári járási koncháza liceuma több mint száz a háború elől Kárpátaljára menekülő személynek nyújt menedéket. Alina családjával már egy hete tartózkodik itt. Harkivból érkeztünk, ahol a heves harcok miatt egy hetet töltöttünk a pincében. Itt van velem a két és fél éves Damir és a mindössze 11 hónapos Diana. Evakuációs vonattal érkeztünk. Nagy szeretettel fogadtak bennünket, nem is számítottunk erre. Utazás közben nem sikerült szállást találnunk, ezért ugyanazzal a vonattal vissza is akartunk térni. De most egyenlőre befogadtak, és eddig minden rendben van. Kapunk pelenkát és bébéhételt is. A helyiek maguk alakították át az oktatási intézményt, gyűjtötték a humanitárius segét, és szervezték meg a napi háromszori étkezést. Több áttelepült számára munkát is találtak. Közösen vittük ki a padokat, szekrényeket, a gyerekek mappáit, rajzait egy másik terembe. Matracokkal, takarókkal, párnákkal láttuk el a helyiségeket. A felhívásunkra mindenki megmozdult. Sokan hívtak és kérdezték, hogy mire lenne szükségünk. Hoztak ételt és gyermekruhát. Mindenhol asztalokat helyeztünk el, ahonnan elvehetnek bármit, amire szükségük van. Mindenkinek köszönjük a segítséget és a támogatást. A házi kedvenceiket is magukkal hozták. Számukra is hoztunk eledelt. Minden közadakozásból érkezett az ágynemű is. Éjjel, akár kettőkor, háromkor is fogadjuk az embereket. Azért, hogy ne szaladgáljanak ide-oda, azért én is itt alszom velük, mint egy menekült, ha bár nem lakom messze, alig 20 méterre innen. Hasonló menekült szállásokat alakítottak ki a homoki kistérség másik négy iskolájában is. A helyiek minden tőlük telhetőt meg Tesznek, hogy az emberek kényelemben érezzék magukat. Stábunknak elmondták, hogy ilyen jól működő csapattal mindenki kihívással megbirkóznak. Minden menedékhelyé átalakított iskolát elláttunk élelemmel, mosógéppel, fülkével, ahol az emberek meg tudnak mosakodni, megpihennek. Szeretném megköszönni a település minden lakójának, hogy segítenek. Egy este alatt gyűjtöttük össze a pénzt egy automata mosógéppel. Hálás vagyok a tanároknak, akikre nagyon sok munka háról. Fogadják az embereket, elszállásolják őket, megetetik, takarítanak, és ami a legfőbb, támaszt nyújtanak számukra. Szeretném megköszönni a területvédelmi önkéntes csapatnak, hogy egész éjjel őrzik a településünket. Ilyen ügyes fiúk mellett a polgárok nyugodtan alhatnak, mondta a kis térség polgármestere.